A mellkeresztet ugye az aranyozott vagy aranyból volt, azt mondta, hogy ezt adják más valakinek, ő pedig fölvette bronzból vagy vasból készült mellkeresztet, egészen egyszerűt. Úgyhogy, és még azt kihangsúlyoznám, hogy ugye az, amit említett a Csaba atya, hogy van pontos rítus, hogy ez az erkélyen való megjelenés hogyan bonyolodik szinte szóró szóra, hogy mit kell mondani. És mikor már az áldást is megadta, akkor láttam, hogy a szertartás mester az húzza a reverendáját, hogy vége. És ő pedig valamit mutogat, hogy ha még valamit kér, hát kérte a mikrofont. És amikor oda tették a mikrofont, akkor azt mondta, hogy jó estét, mindenkinek jó pihenést. És akkor távozott onnan.